Heltai Jenő, a modell. Egy egyszerű, külteleki lányka, 16 éves, jó falat, leszek modell, így szólt magában, és egy festőhöz felszaladt. És mert megfelelt az arc, termet, a pittor így szólt, atra termet, e karcsú teste két halom, vetkőz hamar le, angyalom. És mert a célhoz ez vezet, a kis modell levetkedett. Mit tudta ő, a balga gyermek, a neveletlen vadvirág, hogy feltalálva már a szappan, és él vele a nagyvilág. Mert fogyatékos volt a téntje, a piktor így szólt, ehnye, ehnye, e karcsú test, e két halom, gyerünk csak, angyalom, szebb lesz a kar, szebb lesz a vál, segítünk rajta csak hamar. És karon fogta a fiatal, de balga nőt, a szomszédos fürdőszobába diszkréten átvedette őt. Ott állott, martalékra várván a kád. Fenékig csupa márvány, és ami fürdőnek a jele, színültig vízzel van tele. A festőnk a kádra mutatott, köszönt és eltűnt. Jó napot! Eltelt egy óra és néhány perc. A lány nem jön ki. Ej, mi ez? A festő hosszan így tűnődik. Most már szörnyen tiszta lesz. Benyit, ilyetten hökken vissza, ott áll a lány, a vizet issza, és keservesen sírni kezd. Én nem bírom kiinni ezt, ha mindig ennyit inni kell, a fészkes fene lesz modell.